Sziasztok srácok, itt is vagyok az Ultimate Squad legelső részével, és a mai videóban a bronz csapatainkkal fogjuk elkezdeni a részről részre a fejlesztést, és a legelső mérkőzést a Bundesliga csapatunkkal fogjuk lejátszani. Na de mielőtt elkezdenénk, pár dolgot a szabályokról. Hát átgondoltam egyelőre, és úgy néz ki, hogy akkor fogunk csomagokat nyitogatni, illetve két csomagot nyitani, és kettő darab fejlesztést is kapunk ilyenkor, amikor a csapatunk egy szintet fog lépni. Értem ez alatt azt, ha a Rare bronzból lesz egy sima Silver csapat, tehát hogy az összes játékos, az a 11 játékos ki fog cserélődni Silverre, akkor két csomagot ki tudunk nyitani, illetve kettő darab fejlesztésünk is lesz még pluszba. Na de akkor szerintem kezdjük is el az első mérkőzést, és én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen ellenfelünk lesz, illetve milyen lesz a legelső mérkőzésünk ebből az egész sorozatból. Itt van az ellenfél csapat, ahogy láthatjátok, van egy minimális chemistry-e. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire megyünk ellene, de amúgy mindjárt kiderül. Ajaj, nagyon jó lehetőség az ellenfél előtt. Be fogja adni. Hát nem szerencsénkre. De ez mondjuk szabálytalan volt, és megint visszarántja. Na jó van. Jó, ez nagyon jó labda volt. Vissza kellene húzni, és hogy vették el a labdát? Na mindegy. Gyerünk, volt kell lőni. Nincs mese. Be kell lőni! És kapufa! Azt a mindenit! Hát ez egy vicc. Kellene a sorozatban egy gól. Főleg egy győzelem. Na! Ó, de jó! De jó! Á, és nem tudjuk átlőni a kapus fölött. Srácok, lassan még az első félidőnek, és még mindig 0-0 az állás. Mind a két helyen, most mind a két félnél, nálam is, meg az ellenfélnél is voltak nagy helyzetek. De egyelőre marad a 0-0, ha csak itt át tudtam volna menni. Na hát, 0-0. Kapura lövés azért sokkal több volt az ellenfélnél, a labdabirtoklásban is jobb. Na de meglátjuk a második félidőt. Nagyon jó labda, ott valakinek le kellene passzolni. Lövés! És pont a kapus kezébe. Mindegy, ez jó próbálkozás volt. Ajajajaj, jön az ellenfél. És gólt kapunk, hát ez nem igaz. Vezet az ellenfél 1-0-ra. Az de szép próbálkozás volt. Beírjuk még a csatárunkat be, de persze, hogy megszerzi. Azt a mindenit, milyen lassan gurult, senki nem reagálta le. Na majd most. De pont bele a játékosba. Na majd most, lássuk. Nézzük azt a fejest, és ott a gól, megvan az egyenlítés. Hú, mekkora fejes. Mondjuk ez a szöglet, ez nagyon kulcsfontosság volt, és 86. percben gólt tudunk fejelni. Szenzációsan jó fejes volt. Jannes Horn volt a gólszerző, és így lesz egy döntetlenünk, ami nem annyira jó, de ahhoz képest, hogy mennyire gyengén játszottunk, ez tény és való, hogy gyenge volt ez a meccs. Hát srácok, ennyi lett volna ez a mérkőzés, és akkor nézzük is meg, hogy mennyi zsetont fogunk kapni ezután a mérkőzés után, és kit fogunk fejleszteni. Meg is van a legelső fejlesztés az egész Bundesliga keretünken. Itt van Benkő, Fabian Benkő, nem tudom, hogy hogyan fogjuk nevezni. 3 csillagos csel és 3 csillagos gyengébbik láb. Nem volt annyira drága, 800 zsetonért vettük, úgyhogy 600 zsetonunk még marad. Úgyhogy akkor nézzük is meg a következő keretünket. Na és akkor itt is van a következő keret, amelyikkel fogjuk folytatni a mai videót. Méghozzá a BPL keretemet fogom használni erre a célra. Na és itt is van az ellenfél csapata. Ahogy láthatjátok, van egy lón tulalánja. Jó, jó, megvan a labda. Na, gyerünk, jöhet egy kontra. Jöhet egy kontra. Ez is szép. Ez még jobb. Az igen, mekkora átvédett az ellenfél kapusa. Na. Váltsunk át szerintem itt a belső játékosokra. Szerintem vele fogjuk lőni.
Na, kellene egy fejes. És bent van! Szerintem öngól amúgy, mert az egyik játékosáról ment be az ellenfélnek, de mi voltunk a... akik fejeltünk. És 1-0-ra vezetünk. Az ellenfél egy picit, mintha ideges lenne. Hát nem csodálom amúgy ilyen gólt kapni, és ráadásul öngól. Ó, majdnem gólt kaptunk. De ez elég érdekes megmozdulás volt. Ezt ki kellene fejelni. Ott a labda még. Á, és milyen gólt kapunk. Hát ez már... Mondjuk ez a gól is körülbelül annyira volt értékes, mint a, amit mi szereztünk. Hát, és adunk egy gólpaszt az ellenfélnek. Hát ez mi volt? Oh, ez is szép. Na, rúgd rá! És 11-es? 11-est adott a bíró. Húha! Na, kíváncsi vagyok, hogy itt még működik-e az a irányjelző, vagy akármi. Igen, működik. Ez viszont szerencsénk. Na nézzük. És ott van a bal alsóban. Azt szerintem mindenképpen most megkapcsolom a legeslegelején. Jó lenne azért megtanulni. Vétetetlen 11-es volt, és még az ellenfél nem is mozdult rá. Ajaj. Hát, és kapunk még egy gólt. Hú, de nehéz lesz. Az a helyzet, hogy egyre inkább fáradnak a játékosaink. És mivel bronzjátékosokról van szó, nem hiszem, hogy van valami esély arra, hogy ez megváltozzon. Jó. Ez szép volt. Le tudjuk passzolni, le tudjuk passzolni, kell lőni! De pont a kapusba! Hó. Ennyi is volt ez a mérkőzés, és akkor nézzük is meg, hogy mennyi zsetont fogunk kapni, illetve milyen játékos tudunk venni abból. Megint sikerült kapni egy 1400 zsetont, mert ugye be van kapcsolva ez a plusz 1000 zseton egy mérkőzés után. Úgyhogy nézzük is meg, hogy ki lesz az, aki ebből a csapatból most ki fog cserélődni. Na és a jobb hátvédünket fogjuk kicserélni, méghozzá azért, mert ez egy picivel gyorsabb, nagyobb a fizikuma, és szerintem jobban járunk, ha ő fog bekerülni a csapatba. És hát így most már egyel közelebb vagyunk a jobbik csapathoz. 200 zsetont használtam föl, úgyhogy akkor nézzük is a következő csapatunkat. Na és akkor itt is van a francia csapatunk, úgyhogy ezzel fogjuk lejátszani az utolsó mérkőzést ebből az epizódból. Na és itt is van az ellenfél csapata, ahogy láthatjátok, már elkezdett szerintem vásárolgatni egy-két játékost, mert azért alapból ennyi góldjátékost nem hiszem, hogy kapna így csak így a csomagokból. Az is lehet, hogy az ingyen csomagokból kinyitotta, szóval erről nem tudunk semmit, nézzük a meccset. Ajaj, az ellenfél előtt nagy lehetőség, és kapufát lő. Ez egy intőjel, hogy azért figyeljük a védekezésre, és ne csak a támadásra. Ez idáig jó. Az de jó passz, de lehet, hogy les lesz. Les lesz? Nem lesz les. Ú, de sweaty gól. Húha, ez mondjuk eléggé... Azért passzoltam át, gondoltam, hogy így is úgy is lesben lesz, és már vártam, hogy be fogja inteni azt a les, de úgy néz ki, hogy nem. Nagyon nem volt ez les. Ú, de jó labdaszerzés. És mit csinál? Ott hagyja. Ott hagyja. Hát ez nem igaz. Egy-egy. Onnan nehéz volt az kihagyni. Nagyon jó az elfutás. Be kell adni. Ott a fejes. Az szép volt. 16-os széléről egy ilyet fejelni. Nagyon begyorsítunk. Jó lenne egy középre adott labda, ami pontos is. A kapusa kiöklözte, de sajnos nem volt ott a kipattanónál senki. Az a helyzet, hogy nagyon sok labdát vesztünk el a középpályán, nem győzöm hangsúlyozni. Az előző meccseken is ez volt a gond. Rengeteg labdát hagytunk ott a középpályánkon, ami azért nem éppen a legjobb hely, inkább veszítsük el az ellenfél kapuja előtt. Na, gyerünk! Gyerünk, sprint! Nem érjük utol a labdát, vagyis utolérjük, de az ellenfél azért gyorsabb volt. Kellene a sprintbe, szerintem le tudjuk futni, úgyis van, le tudjuk futni! És pont a lövés az ellenfél hátvédébe. Nem, mi lőttük mellé. Az igen. Mabellánál a labda. Mabella. Az igen! Az mekkora lövés volt!
Hát itt is a végén majdnem sikerült kiegyenlíteni. És ennyi is lett volna a mérkőzés. Hát srácok, ezt is elveszítettük. Viszont fogunk még egyet fejleszteni. Nézzük is meg, hogy ki lesz az. Hát srácok, a bal hátvédünket fejlesztettük. Méghozzá egy olyan játékossal, amit megkaptam packben. Úgyhogy ezt szerintem 500 zsetonra fogom számolni. Úgyhogy majd kiderül, hogy hogyan is fog viselkedni a pályán. Illetve mennyire lesz jó az a 75-ös pace. És szerintem akkor ez a rész ennyi lett volna, és majd a következőben fogjuk folytatni a spanyol kerettel, illetve az olasz kerettel. Írjátok el srácok, hogy jobb-e így, hogy váltogatjuk mindig a kereteket, vagy jobb lenne szerintetek úgy, hogy egyelőre egy kerettel foglalkozzunk, és ha az megvan, akkor majd a későbbiek folyamán áttérünk másik keretre is. Illetve még lenne egy kérdésem, hogy szerintetek, hogyha győzünk, jobb lenne egy két fejlesztést hozzacsapni a csapatunkhoz. Ez majd a ti véleményetek szerint fog alakulni. És ha tetszett ugyebár a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha nem iratkoztatok fel, akkor azt is megtehetitek, és ne felejtsétek el, hogy a kérdésekre válaszoljatok, amit az előbb feltettem. Hamarosan találkozunk, Lehel voltam, és sziasztok!